Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Bizonyára nem vagyok egyedül, aki gyűjtögeti a kártya csomagokat, de imádom a kártyavetést, imádom a képeket, ez az én hivatásom, és tényleg szívvel, lélekkel csinálom ezt a feladatot. Megmutatom a kártyáimat, ez talán tud segíteni, hogy tudjátok, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak, amikor kiválasztjátok ezeket, és vásárlásra kerülhet sor. Ezúttal a vetőkártyát mutatom, amit én Magyarországon Győrben vettem, de ennek már jó ideje. Itt látható még a kártya csomag ára 320 forint, szerintem most már többe kerül. Ez a vetőkártya csomag hasonló, mint a cigánykártya. Itt már nincs meg a csomag, mert nagyon-nagyon régi a kártya, ez még az anyukámé volt. Csak azért mutatom a képeket, hogy összetudjuk hasonlítani. Ez a kártya, ez 6 cm, és a hossza 10 cm, a kisebbik az 5,5 cm, és 9 cm. Ez a szerető itt a kártyán utal a férfiakra. Vagy, ha te egy hölgy vagy, jelenti természetesen a lelki társadat. Itt a szerelmes nő rád utal, ha te egy hölgy vagy. Férfiaknál természetesen a lelki társnőre. Itt mindkét kártyán egy cica van, meg ez a kígyó, a kép hasonló, és jelenti a hamisságot. Van egy hamis személy, vagy a te környezetedben, vagy az ő környezetében. Ez lehet egy rivális nő is. Itt látható az örvendezés, ez lehet egy jó hír, vagy lehet egy ünnepség, valami, ami boldogít téged. Sőt, itt ezen a képen inkább egy látogatásról van szó. Amikor boldogok vagytok egymással. Itt van egy kis pénz, ez jelenti a napi kiadásokat. De jelentheti azt is, például, ha van egy bírósági ügy, és ott fizetni kell, és a kérdés az, hogy mennyit kell fizetni, ez az összeg magas-e, vagy inkább kevesebb pénzről van szó, akkor ennél a kártyánál mondhatjuk azt, igen, lesz kiadás, itt valamit kell fizetni, de ez az összeg nem sok. Itt is a pénzről van szó, vagy nyereményekről, itt látható a gazdagság. Nem csak pénz látható itt, hanem ékszerek is. Tehát itt van bevétel, itt van nyeremény. Kereskedelmi kapcsolatoknál, szerződéseknél mondhatjuk azt, igen, ez a kapcsolat, ez a szerződés nyereménnyel jár. Ez a kártya szimbolikusan jelentheti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Itt van egy ajándék. Ez jelentheti azt, hogy
valaki megajándékoz téged, vagy te szeretnél valakit megajándékozni, vagy történik valami örömteli az életedben, vagy van egy gyönyörű kapcsolatod, és ez olyan, mint egy ajándék számodra. Itt látható az állandóság, ez jelenti a biztonság érzetét. Ez a kártya gyakran a munkára, a hivatásra utal. Itt látható a szem, ennek is van egy jelentősége, hogy valamire oda kellene figyelni. Például, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hol találjuk meg a biztonság érzetét, az állandóságot, vagy mit szeretnénk megtartani. Itt a halál kártyája jelenthet egy halál esetet, vagy azt, hogy valamit lezársz az életedben. Ez a kártya tud segíteni is, hiszen ha például ott van mellette a hamisság, akkor ez a kártya azt jelenti, hogy ez az esemény elmúlik, vagy le tudod zárni ezt a hamis kapcsolatot. Itt a kártya jelenti a remény, tehát megvan arra a remény, hogy minden jóra forduljon. Itt van a horgony, jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. A háttérben a hajó utalhat utazásra, tervekre, külföldi kapcsolatokra is. Itt van a tolvaj, és a tolvaj ellop valamit. Tehát vigyázni kell, hogy nehogy betörés vagy lopás legyen, holott ez a tolvaj jelentheti azt is, hogy valaki rabolja az idődet, rabolja az energiádat. A kártya kivetésnél gyakran tud a tolvaj segíteni, amikor eltávolít negatív kártyákat, mint például a hamisság. Itt látható egy váratlan öröm, itt lesz egy meglepetés, vagy találsz valamit, vagy lesz egy jó ajánlat, vagy találkozol valakivel, úgy gondolod, ó, ez véletlen volt, erre nem is számítottál. Lesz egy váratlan öröm. Itt látható a lelkész, ez utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre. Azt is jelentheti, hogy valaki esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Itt lesz egy szerencsés fordulat, szerencséd lesz a munkahelyen, a családban, a párkapcsolatban, vagy lett egy nyeremény is. Betegségeknél szintén szerencsét jelent, hogy lesz gyógyulás. Itt látható az özvegy asszony, ez jelenthet egy idősebb nőt, vagy egy halálesetet tényleg, hogy valaki özvegy lett, de a kártyának inkább szimbolikus jelentése van, ha valaki úgy egyedül érzi magát, vagy magányosnak érzi magát, és szomorú. Ugyanez vonatkozik az özvegy férfire, egy idősebb férfi, vagy egy haláleset, vagy egy szomorú férfi, aki magányos. Itt is megjelenik a szomorúság,
Lehet, hogy volt egy rossz hír, vagy vársz valamire, változásokra, hogy legyen valami örömteli az életedben, de nem mennek előre a dolgok, türelmetlen vagy, elszomorít most ez a helyzet. Ennél a kártyánál látható az utazás, ez lehet egy nyaralás, az is lehet, hogy valaki távol él és meg akar látogatni téged, vagy ez az utazás jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy változásokat, gyakran költözködést. Itt a kutya jelenti a kutyát vagy cicát, utalhat háziállatokra is, de itt megjelenik a hűség, hogy ő hűséges, vagy te vagy hűséges. A kutyánál én még megemlíteném a barátságokat is. Itt látható a szerencsétlenség. Itt történik valami, ami nem örömteli, hiszen összeomlik minden. És a következő kártyák mutatják a kiutat. Lehet, hogy így kellett, hogy legyen ez a szerencsétlenség, hogy kilépj ebből a helyzetből, hogy legyenek változások, és hogyan tovább a következő kártyák mutatják majd a kivetésnél azt, hogy mi a megoldás, vagy miért kellett, hogy ez így legyen. Itt a ház utal az otthonodra, a családra, de jelenti az ingatlanokat is, egy házat vagy egy lakást. Itt látható a gyermek, és természetesen jelenti a gyermekeket, de az ártatlanságot és a fiatalos kisugárzást, vagy jelent egy új kezdetet. Itt van az üzenet, valami vagy valaki útban van hozzád, hiszen üzen neked valamit, ez lehet egy internet kapcsolat is. És itt van a levél, ez is hasonló, mint az üzenet, valaki ír neked, vagy elvárja az, hogy te írj neki. A levél jelenthet például szerződéseket, vagy egy dokumentumot, vagy egy írásbeli vizsgát is. Itt van a házasság kártyája, ez utalhat a házasságodra, de jelenthet eljegyzést, házasságot is, ami még történni fog. Például, mert te tervezed ezt, vagy az is lehet, hogy valaki meghív téged erre az esküvőre. Amit a házasság még jelenthet, ezek bizonyos szerződések, hosszú távú szerződések. Itt van a veszteség, de a játék is. Lehet, hogy valaki játszadozik veled, ki akar használni téged, és lesz nálad pénz, veszteség. Vagy ha valamit tervezel, például egy magáncég kialakítását, vagy szeretnél egy szerződést aláírni, akkor a kártya óv téged, vigyázz, hiszen itt veszteség lesz. Ez a veszteség tud segíteni a kirakásnál, amikor negatív kártya van mellette, hiszen akkor eltünteti ezt a kártyát, hiszen elveszik akkor ez a helyzet, ez a kártya. Például a hamisság.
Itt látható a bíró, ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos ügy is. Azt is jelentheti a kártya, hogy igazságtalanságok érintenek téged, vagy van egy személy a környezetedben, aki kritizál, aki parancsolgat neked. Itt van a látogatás, valaki meglátogat téged, ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és te látogatsz meg valakit. A kártya azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki útban van hozzád, meglátogat téged. Itt látható a féltékenység, de ennek a kártyának több jelentése is van. Hiszen látható ez a szerelmes pár, de valaki a háttérből figyelget benneteket. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. Ez jelenthet féltékenységet, de irigységet is. Itt látható a bosszúság, valami vagy valaki bosszant téged, de az is lehet, hogy te bosszantasz másokat. És ez oda vezethet, hogy félreértések vannak, viták, veszekedések. Itt van a szerelem. Ehhez a kártyához nem kell túl sokat hozzáfűznöm. Itt látható a gondolat, azt jelenti, hogy valaki gondol rád, vagy tervez valamit. Ez a férfi most úgy visszahúzódik, töpreng minden felett, hosszú távú tervei vannak, vagy tényleg intenzíven gondol rád, és te itt a háttérben, ezen a képen megjelensz a gondolataiban. De nem sieti el az eseményeket, inkább olyan várakozó. Te is várakozó vagy, mint egy hölgy, hiszen látható a képen, hogy vannak vágyaid, álmaid, elképzeléseid, de ez még nem következett be, kell a türelem. Itt látható az ellenség, ami figyelmeztet téged, hogy valaki ott van a közeledben, és nincsenek jó szándékai. Itt látható ez a katonatiszt, ez nem biztos, hogy katonára utal, hanem egy férfire, akinek szava van. Vagy lehet egy hivatalos dolog is, és ez a férfi hoz itt majd döntéseket. Itt van a betegség, ez lehet, hogy valaki beteg a környezetben, a körülötte lévő kártyák mutatják azt, hogy lesz-e gyógyulás, igen vagy sem. Ez a betegség, ez jelentheti azt is, hogy valami vagy valaki betegít téged, és rendezni akarod ezeket a dolgokat. Ez a kártya jelentheti az egészségügyi témákat is, hogy ezen a területen dolgozol, és rendezni akarod a munkahelyi helyzetet. És ez volt a felvétel, bemutattam a vetőkártya lapjait. Itt a cigánykártyánál már nincs meg a csomag, hiszen nagyon régiek a kártyák, ez még az anyukámnak a kártyája volt, tehát a csomag az hiányzik, csak mutatni akartam a hasonlóságot.
Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!